semmiképpen sem olyan, mint ami az embernek először eszébe jut arra szóról, hogy tanító. Nagyon mai. Karizmatikus. Utat tud mutatni, jelenléte van. Nagyon hiteles. Nem föllapozott egy könyvet, és onnantól azt tanítja. Bozasztó nyitottak kérdéseinkre. Nagyon-nagyon jól lehet hangolódni a tanítványaira, és nagyon tudja, hogy kinek személy szerint mi kell ahhoz, hogy átlendüljön egy határon. Nagyon jól rá tud érezni arra, hogy mi az, amire valójában szükségünk van. Nagyon látja azt, hogy az egyénnek mire van szüksége. Mindig azokat a leckéket kapom meg, ami valahogy nekem akkor éppen szükséges. Nagyon türelmes tanítónak látom. Ha röviden kell mondani, akkor különleges. Nagyon különleges ember. Mindenkit tud szeretni. Nagyon jó a közelébe lenni. Nem tudnám így bekategorizálni. Nagyon jó tanító. A legjobb tanítónak, akivel valaha találkoztam. Más megközelítésből tanít. Újra és újra le tud nyűgözni azzal a mélységgel, amivel meg tud közelíteni egy témát. De rendszer szintről közelíti meg a problémákat, a kérdéseket. A leghatékonyabbnak találtam mindig. Különleges módon néz rá a világra. Abszolút érződik rajta a 30 év. Hát ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy bölcs. Bölcs tanító. Bölcs. Érett. Nagy tudású. Érdekes. Szép tudatos tanítónak látom. Jó tanító, vezető. Figyelmes, szigorú és maximális. Szórakoztató. Határozott. Nyugodt, határozott. Súlya van annak, amit mond. Fantasztikus képességei vannak. Nagyon különleges tudással rendelkező tanító. Mindenféle témában jártas. Folyamatosan képes változni. Mindig tud újat mutatni. Izgalmas fordulatokkal telivé teszi a szemináriumot. A legegyszerűbb kérdésre is olyan mélységből hozza fel a választ, hogy mindenki megkapja a válaszait. Nagyon összetett és nagyon érdekes tanító. Egy olyan mester, akit én mindig is kerestem az életemben. Imádom. Szigorú, kemény, messze menőleg a legjobb.